kedves fiakkedves vendégeink! Engedjék meg, hogy csak mindenkit ezen az udvaron, még közel, ezen az udvaron, Abátszoló Kezdyuskalász utca 11 szám, Abádon, az öreg szőlő egyik bejáratánál, a Sárkány utca 9 szám. Ott, mint ahogy a kapura felírva, láthatták. Engedjétek meg, hogy nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem immár harmadszor körünkben Fazekas Sándor miniszter urat, az országgyűlési képviselőnket. És nagy tisztelettel köszöntsem Abátszaló alpolgármesterét, Balog Gyulát, Kovrik Zoltán alpolgármester urat, és a körünkben megjelent alföldi tisztatavi személyiségeket, mindazokat, akik ezt a rendezvényt segítettek létrehozni, illetve a rendezvénynek valamelyik szakában az elkövetkezendő két napban jelen lesznek, és hát természetesen külön tisztelettel köszönöm, majd hova is kerül azokat, akik ezt a gyönyörű alkotást is segítettek létrehozni. Kedves abátszalókiak, mindazok, akik itt vagytok távolról és közelből, engedjétek meg, hogy átadjam a szót miniszterünknek. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, alpolgármester úr, tisztelt önkormányzati képviselők, az alkotótábor résztvevői, kedves érdeklődők, szeretettel köszöntök mindenkit! Lehet hallani, amit mondok? Gyönyörű napfényes időben szabadtéren vagyunk, és azt hiszem, hogy ez egy igazán ígéretes kezdet, alkotások vonatkozásában is, a turisztikai szezon is kezdődik, sőt még a hétvége is, úgyhogy én igyekszek tömören és röviden fogalmazni. Köszönöm azt, hogy itt lehetek akkor, amikor egy jeles alkotással gyarapodik ez a szép porta és Abátszalók városa is. Gyakran hallani azt a mondást, hogy az udvarnak a dísze igazából a kapu, nem is a ház, hiszen a kapu fogadja a bemenőket, és itt esznek búcsút a házi gazdától a távozó. Hát azt hiszem, hogy ez igazán érvényes erre az udvarra, ahol egy gyönyörű kunkapu készült most el, és én tényleg szeretnék gratulálni mindenkinek, cuppál művész úrnak, azoknak, akiknek része van ebben a munkában, hogy egy örökséget egyedülálló módon elevenítenek fel, jól láthatóan, és ezáltal tényleg a szemünk is gyönyörködik, de szerintem régi időknek az üzenetét is érezhetjük benne. Ez ugyanis egy kunkapu, egy nagykunsági kapu, ami a mi vidékünknek egy ritkaság, egy egyedülálló értéke, és hogyha végignézzük a Kárpát-medencét, azt a világot, amelyben őseink éltek, és amelyben mi is élünk, akkor elmondhatjuk azt, hogy csak néhány vidékre jellemző ez a fajta művészeti alkotás. Székelykapukat jól tudjuk, vannak Máramarosban is hatalmas kötött kapuk, és azért mi sem kell, hogy szégyenkezzünk, hiszen a nagykunságnak is van egy ilyen ősidőkre visszavezethető alkotása érték, ez pedig a kunkapu. Talán nincs olyan számban, mint más, például a székelykapuk, talán nem írtak róla annyit, talán nem annyira híres, de nekünk mégis a szívünkhöz közel álló, hiszen a miénk. És hogyha figyelmesen megnézzük ezt a tényleg a régi hagyományokat megörökítő alkotást, amelyben azért benne van az újítás is, hiszen vannak rajta gazdagító motívumok, akkor jól látható az, hogy a mi vidékünkön a kiskapu az, amely fedeles, az alatt álltak meg beszélgetni, és annak van egy egészen egyedülálló faragása, ami a hozzáértők szerint, de szerintem a lelkünk által mi is ezt megérezzük benne, visszavezethető valahova, még talán a kereszténységi előtti időknek az emberábrázolásába, egy sematikus, egy leegyszerűsített emberábrázolásba, rokonságban azokkal a fejfatípusokkal, amelyek erre a vidékre jellemzőek, a református temetőkben mai napig megtalálhatjuk őket. Tehát ezek a körkörös motívumok, a tagolása a fejfának, ez mind-mind valami régi élővilágbeli, antropológiailag is érzékeltő, tehát ember szemléletű üzenetet hordoz. A kaput, ami megnyílik előttünk, amelyen keresztül közlekedünk, amely a lélekhez is egyfajta utat jelent, a portához, ahol az emberek élnek, illetve a közterületre, az utcára, a külvilágba, ahol pedig a nemzetnek a közössége, azon belül a mi
őseink is, és mi is élünk, tehát valahol a magánterület, a magánszféra és a közösségi szférának a határán van, ugyanakkor mutatja azt, hogy ott a kapu mögött a kívülről jövünk, és régen is ezt fejezte ki, egy rangos jólét fogadja az érkezőt, ott él egy család, ott kitárulkozik a jó szándékú ember előtt a kapu, és elzárja a rossz szándékú elől azt az udvart, amelyet lehatárol. Tehát sokféle üzenet tartalma van, és az is látható, hogy a mi vidékünkön a nagykapura nem tettek fedelet, a kiskapura viszont igen. És azt hiszem ebben is van egy üzenet, hiszen mást jelentett nyilván a székely nagycsaládi szervezetben az a nagykapu, és minálunk, ahol tagoltabb volt a társadalom, ez a fajta megoldás. Őszintén szóval én, amikor ide jöttem, elkanyarodtam a Baba Múzeum mellett nemrégiben átadott kis székely kapuhoz, azért is, hogy milyen jó érzés, hogy egy második kapu avatásán lehetek most. És azért is, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy a kunok és a székelyek, a Nagykunság és a Tiszavidék és a Székelyföld között milyen gondolkozásbeli hasonlóságok vannak, hiszen ezek a kapuk fönnmaradtak, még lehet, hogy máshol is voltak, de erre már nem emlékezik senki. És ebben megvan a hagyományokhoz, a szokásokhoz és az értékekhez való ragaszkodás is, ami által meg tudunk maradni magyarnak, meg tudunk maradni kunnak, és a nemzetársaink meg tudnak maradni székelynek. Minden ilyen darabka az azonosság tudatnak is a kifejezője. És ezért is fontos az, hogy minél több új alkotás készüljön. Ezt a mostani alkalmat is kihasználom arra, hogy vigyük el a hírét ennek az alkotásnak, vigyük el a hírét ennek az alkalomnak, hogy aki új házat épít. Hát most miért kell egy ilyen jellegtelen betonkerítés oda, vagy kőkerítés, nincs is itten gyakorlatilag kő. Hiszen oda lehet egy jó kunsági kaput is állítani, és ezt a nem csak elvileg akarom elmondani, nekem nagy vágyam volt az, hogy ilyen kapum legyen, és készítettünk is a feleségemmel, aki székely, Karcagon egy nagy kunsági kaput, mert Karcagon annak van a helye, és annak volt az ideje, amikor a házunk épült. És az pontosan a régi hagyományok alapján készült, nincsen ebben semmiféle ördöngőség, követni kell azt, amit a régiek követtek, azokat az értékeket meg tudjuk jeleníteni ilyen szép formában is. Én kívánom azt, hogy ennek a mostani alkalomnak is legyen egy üzenete, hiszen itt olyanok vannak jelen, tisztelt hölgyeim és uraim, önök a magyar értékek gyarapításával foglalkoznak, olyanok vannak jelen, olyanok vagyunk itt jelen, akik képesek vagyunk hatni azokra, akik így érdeklődnek a magyar értékek iránt, a Közép-Tiszavidék és a Nagykunság értéke iránt, hogy adjuk tovább ezt a élményt, rendeljenek, készítessenek, akár maguk is készítsenek ilyen kapukat, és azáltal szépül a település, és gyarapodik a lelkünk. Valamennyiünk lelke gyarapodik általa, és mindaz a örökség, mindaz az érték, amit a magyarság magáénak tudhat. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam mindezt. Én kellemes napot, hasznos időtöltést kívánok mindenkinek. Kérem azt, hogy ezt a pillanatot őrizzük meg a szívünkben. Köszönöm. Őszinte tisztelettel és szeretettel köszönöm azt, amit most miniszter úrtól hallottunk, illetve hát egy nagy kunembertől hallott itt egy Kunság szélén élő másik ember. Ezt a mélységet nem is gondoltam. Köszönöm szépen. Balogh Gyula alpolgármesterről kérem, hogy mondjon pár szót. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, kedves művész úr, kedves házigazdáink, Levente és Irénke, tisztelt vendégek, a Vátszalókiak. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit ezen a mai örömteljes ünnepi alkalmon. Ma megint született valami. Valami a múltból, a hagyományainkból, az értékeinkből. Én már korábban is említettem, hogy ez a ház számomra az újjászületésnek a helye. Miért? Azért, mert a Vátszalókról elment, de idősödő korukra visszatért magánszemélyek, Nagy Levente és Mátyus Irén küldetésének tekintette azt, hogy a lassan feledésbe merülő csipkeverés népi tudományát újjáélesszék, hamvadó korából újra szárba szöktessék, felvirágoztassák. Ebben a munkában számos támogatásra, segítőre, még élő mesterekre találtak, hogy csak kettőt említsek közülük itt, akik itt élnek a Vátszalókon, Mátyus Lajosné és Simon Istvánné
Kovács Esztike néni, akik a házavatásakor Abádi Benedek díjban részesültek. Megérdemelnek egy tapsot, azt gondolom. A Csipkeverők és Alkotók házát 2014-ben adtuk át a kiállítóknak, látogatóknak, alkotóknak. Azóta 14-15 szorgos kezű hölgy tanulta meg a csipkeverés tudományát közfoglalkoztatási program keretében, és nem csak úgy megtanulta, hanem ezt folyamatosan tanulja, hiszen nem lehet megtanulni, valamit befejezni, hanem ezt folyamatosan építeni, szépíteni lehet, és számos vendég látogatta már meg ezt a házat, akik ezeknek a hölgyeknek a tudományát próbálták bővíteni, és a mai napig is próbálják bővíteni. A mai napon is találunk itt ilyen mestereket, akik a közelből érkeztek ide hozzánk. A házba élet költözött, az Abászalóki csipke élni kezdett, bekapcsolódik a népi művészet vérkeringésébe. És újjászületés? Hát nem csak a csipke, hanem igen, ma pedig a kunkapu. A kunkaput avatjuk, melynek formájáról, motívumairól talán hiába is kérdeznénk a legöregebb abászalókiakat, nem igen ismernék már. Ma újjáélesztjük, bízom benne, hogy szépsége, egyedisége sok látogatót fog ide vonzani, és a stílusa rabul ejti az idejövőt, és elkezd az alföldi kapuk száma szaporodni ezen a csodálatos vidéken. Büszke vagyok rá, hogy újabb értékkel, látnivalóval gazdagodik településünk. Hagyományőrzés. A hagyomány az ág, ami ülünk. Ami ránk maradt őseinktől, ami fönntart bennünket, amire a jövőt, az újat építeni fogjuk. Ahogy eleink is tették. A semmire nem lehet építkezni. Le Bon, francia szociálpszichológus így vélekedik a hagyományról. Hagyomány nélkül sem nemzeti lélek, sem civilizáció nem lehetséges. Az ember két nagy munkát végez, mióta létezik, és ez abban áll, hogy megszövi a hagyományok hálóját, aztán szétbontja, amikor már nem veszi hasznát. Hagyomány nélkül nincs művelődés, és a hagyomány félretétele nélkül nincs haladás. A legnehezebb megtalálni az egyensúlyt az állandóság és a változás között. Most az újraszövés idejét éljük. Ezeknek az értékeknek a megőrzése, továbbadása során. Ezek kötnek össze bennünket, kovácsolnak minket egységgé, hiszen a miénk mindannyiunké. A meghívón is látható volt, akár Facebookon, interneten, akár személyesen vehették kézbe, hogy ezt a munkát milyen sokan széles körben támogatták. Köszönöm mindenkinek, legfőképp az ötletgazdáknak, hogy oly szeretettel, ragaszkodással viszik töretlenül ezt a küldetést. Abászalók város önkormányzata nevében a jövőbe vetett bizalommal tekintek előre, hogy egyre több ilyen kezdeményezés bontakozik ki településünkön, közös munkával, összetartással. Ezen a portán mindig jelen van az együttműködés. Összeköti a tájat, a megyét, a régiót. A fafaragó művész Tuppál, itt áll miniszter úr mellett, Kunhegyesi. Az ő kezem munkáját dicséri ez az alkotás. És az asztalos mesterek nélkül sem jöhetett volna létre, hiszen az asztalos mesterek pedig tószegiek, Pap István és Pap Tibor, ott állnak az Epert árnyékában. Az ő kezük munkáját az is dicséri, hogy úgy, mint egy alföldi Kun portán megtalálható a kerekeskút, és az itt oldalt látható, szintén ugyanabban a stílusban készült el, szintén az ő kezük munkája, és mint ma reggel megtudtam, mikor erre jártam, hogy megnézzük, hogy a kapu hogyan áll, és a terep hogy van berendezve, hogy egy ajándékot is hoztak, egy postaládával egészült ki az egész alkotás. Köszönjük nekik az ajándékot is. És itt vannak a tárgyalkotó népművészek. Szolnokról, Cserkeszőről, Mezőtúrról. És holnap pedig rangos-gangos kiállítás és vásár lesz ezen a portán, ahol a jársági vidékekről is fogadunk látogatókat,
hiszen Gasztroasztal a Jászkunyság ízeivel című program lesz. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei falusi turizmus közhasznú egyesület szervezésében. Tehát itt ma jelen vagyunk együtt a Kunságból és a Jászságból. De még a Hajdúság széléről is, hiszen debreceni vendégünk is van, ahogy Leventétől megtudtam. Itt állnak a hölgyek. A Magiszter Alapítvány egyik intézményének a igazgatója is itt van. Abátszalókváros nevében mondhatom, érezzék jól magukat ezen a portán, ebben a házban. Hagyjanak a látottak, az ízek, az élmények olyan nyomot lelkükben, hogy újra látogassanak el hozzánk. Az udvar, a ház mindig nyitva áll. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon köszönöm alpolgármester úrnak a személyes hangvételű, igazi abátszalóki megnyilatkozását. Akkor nekem már majd nem is marad, hogy ezeket elmondjam, hogy ti mindannyian hány helyről, milyen vidékekről is képviselitek most azt az értéket, amit szeretnénk, hogy tovább vigyünk. Következő mozzanatunk az áldás legyen. Elnézést azoktól, akik a szentelés kifejezéssel találkoztak, de hát itt most Szűcsem Sándorné nagy tiszteletű asszony, református lelkész áldja meg a kaput, ami itt egy régi, autentikus, református portán lévő született kapu. Át is adom a szót. Örökké való Isten, mennek és földnek teremtője. Tédget hívunk, jöjj áldásoddal, megőrizni, fenntartani e Kunságra jellemző nemzeti kaput. Kérünk téged, hogy amikor itt elmegy ember, arra áldás szálljon a kapu áldásával együtt. Légy őrizője Csipkeháznak, a benne rejlő értékeknek, és ugyanakkor a Kun nemzetségre, mely nemzetünknek egy része. Óvd rossz akaratú emberi szándékoktól. Őrizd a helyet a településsel együtt, mindenféle katasztrófától, a megsemmisüléstől. Úr Jézus, te, aki azt mondtad, én vagyok az ajtó, azaz a kapu, rád bízzuk őt, magunkat, ezt a hajlékot, a családot, amely gazdája mindannak, amit itt látunk. Szentelt, a te szentséged áradjon ki, dicsőséged, erőt, hatalmad, hiszen úgy rendelted, hogy megáldani kívánod a természettel, a kapuval, a földdel együtt az embert is. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti rejátok, és adjon ti néktek békességet. Amen. Köszönjük szépen, miniszter úr, tisztelt alkotó cuppá, alpolgármester úr, nyissuk ki a kaput, vágjuk át a szalagot a kapu nyitásával. Talán azért volt annyira bensőséges ez a három megnyilatkozás irányunkba, mert már nem először találkozunk itt tényleg.
A nyitás pillanatát miniszter úrral éltük meg. A mindennapokban adománnyal Balogh Gyula karnisai is itt vannak valahol, és hát vannak elképzeléseink a világról együtt, abádi reformátusként nagy tiszteletű asszonnyal is. Köszönjük feleségemmel, Mátyi Sirénkével mindazt, hogy itt voltatok, itt vagytok velünk. Ezt a két napot is külön köszönjük. Az, ami ott benn a házban látszik, egy kis galériában, ami azt mutatja, hogy milyen kicsi kiállító tér ennek a nagy dolognak, ami ez a megyei világunk népművészete. A 130 alkotásban, vagy több mint 130 alkotásban lesz látható egy kicsi galériában. Köszönjük azoknak, akik elhozták, akik itt voltak, velünk vannak. Ez egy olyan dolog, ahogy miniszter úr is mondta, egy lelkületet teremtő, mind nekünk alföldi embernek a lelkületét felmutató dolog, nap. De hát nem is akartuk másképp, és nem is akartuk máskor, mert ugye a műemléki világnak után vagyunk, és szeretnénk ezt egyébként hagyományá tenni, hogy ilyenkor nyissunk itt évet valami különlegessel, és azért sem akartuk máskor és másképp, mert tudjuk, láttuk, hallottuk, hogy a kormányzat is akarja, hogy az, ami a népi műemlékvédelem, vagy a műemléki érték, az is jelen legyen, megmaradjon, erősödjön. És mi ezt örömmel támogatjuk természetesen. De egyúttal szerettük volna arra is felhívni a figyelmet, hogy ez majdhogy nem segélykiáltás is. Volt egy nagy attrakció. Elkészült valami valóban. Bizonyítottunk, készülnénk új dolgokra. Reméljük, hogy lehetőségünk is lesz rá, de ez már egyedül nekünk nem megy. Ehhez már mi kevesek vagyunk. Katona koromban volt egy kedves katonatársam, Pálinkónak hívták, és amikor már nem bírta cipelni azt a tárgyat, amit vitt, akkor mindig azt mondta, bírnám én, de az ujjam egyenesedik ki. Itt tartunk, de érezzétek itthon magatokat, örömmel újra és újra próbálkozunk. Kedét csókolom, szervezet!